További pénzügyi és katonai támogatást ígértek Ukrajnának az Európai Unió vezetői Kijevben. Bejelentették, hogy Brüsszel 25 millió euró értékű humanitárius aknamentesítési programot indít Ukrajnában. Mindeközben újabb szankciót helyeztek kilátásba Oroszország ellen. Délelőtt még csak ismerkedtek Kijevvel az uniós vezetők. Ursula von der Leyen a főpostára látogatott, ahol az ukrán kormányfő társaságában megnézett egy izzókiállítást. Az EU külpolitikai főképviselője pedig egy aknamentesítési helyszínre ment. Délután aztán érdemi tárgyalásokba kezdtek, ahol az unió vezetői még több pénzügyi, katonai és politikai támogatást ígértek Ukrajnának. A felajánlások a becslések szerint eddig már meghaladták a 12 milliárd eurót. A Kreml nem félemlített meg bennünket, mert az EU és Ukrajna egy család. Az ukránok egyértelműen a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság mellett döntöttek. Az önök jövője velünk van a mi közös Európai Uniónkban. Az önök sorsa a mi sorsunk, fogalmazott Charles Michel, az európai tanács elnöke. A pénz mellett újabb szankciós csomagot is ígértek. A tizedik szankciócsomag már úton van. Az a célunk, hogy február 24-ig életbe is léptessük. A szankció volumene mintegy 10 milliárd euró, mondta az Európai Bizottság elnöke. Szerinte ezzel korlátozni fogják egyebek mellett a drónok exportját például Iránból. Közben érkeznek az újabb és újabb fegyverszállítmányokról szóló felajánlások. Sajtóértesülések szerint a német kormány a korábban ígért 14 Leopard 2-es mellé 88 másikat is küldene az egyes verziójából. Ezek jelenleg is Németországban vannak, de felújításra szorulnak. Közben a németek egyre nagyobb része ellenzi a fegyverszállítást. Az orosz elnök a sztálingrádi csata 80. évfordulóján tartott beszédében párhuzamot vont az akkori események és az ukrajnai háború között. Vlagyimir Putyin kiemelte, ismét német tankok fenyegetik Oroszországot. Moszkva azonban válaszként ezúttal nem harckocsikat küld. Azok, akik európai országokat, köztük Németországot bevonják egy új háborúba Oroszország ellen, és akik arra fogadnak, hogy legyőzik Oroszországot, azok nem értik, hogy mit jelent egy modern háború Oroszországgal. Nem küldjük a tankjainkat a határaikra, de megvannak az eszközeink a válaszhoz, és ez nem fog véget érni a páncélozott járművek bevetésével, fogalmazott az orosz elnök. Eközben az orosz védelmi minisztérium harckocsis egységek hadgyakorlatáról tett közzé felvételeket. A katonák az ellenséges páncélozott járművek és harci repülőgépek elleni támadást imitálták. A gyakorlattal azt kívánják demonstrálni, hogy fel vannak készülve a nyugati harckocsik érkezésére.